Kedves nézőink, a napokban emlékezünk meg arról, hogy 140 évvel ezelőtt született Kodály Zoltán. A neves zeneszerző, zenepedagógus munkássága óriási hatással volt tanítványaira, követőire. Ma esti adásunkban, folytatva a 15 évvel ezelőtt készített filmsorozatunk egy héttel ezelőtt megkezdett ismétlését, szép példákat láthatnak mindenre. Zenei és egyéb tevékenységemet teljes egészében hazámnak szentelem. Nem várt öröm és elégtétel számomra, hogy munkám annyi barátra lehet külföldön. Az egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas időszak volt a 70-es évek közepe, 1970-es évek közepe. A hátterében az a mindenki által ismert tény húzódik meg, ugye, hogy Kecskeméten jött létre 1950-ben az első úgynevezett énekzenei általános iskola. A 60-as években kinyíltak a határok kulturális értelemben, és a zenepedagógusok a világ minden tájáról elkezdtek érdeklődni a magyar iskolai énekoktatás eredményei iránt, és tulajdonképpen Kodály halála után egyre sürgetőbben merült fel az az igény, hogy Magyarországon valahol létesüljön egy olyan központ, egy olyan centrum, amelyik koncentráltan tud foglalkozni egyrészről a magyar énekzenepedagógusok folyamatos továbbképzésével, más oldalról viszont a külföldi érdeklődés kielégítésével. És hát így természetszerűen és kézenfekvően adódott a válasz, hogy ez az intézmény, ez a centrum Kecskeméten jöjjön létre, és ez egy miniszteri utasítással meg is történt 1973-ban, és aztán a megyei tanács, akkor megyei tanács nagyvonalúsága következtében szinte oda ajándékozta ezt az épületet, ezt az egykori ferences kolostort a majdan létesülő Kodály Intézet céljaira. Két év alatt, 1973 és 75 között teljes restauráció történt, a pincétől a padlásig, vagy az alaksortól a kéményig, ha szabad ezt mondanom, teljesen felújították ezt az épületet, és így 1975. szeptemberében megnyitotta a kapuit. Amikor érkeztem, akkor még ez az intézet nem így nézett ki, hanem még munkások dolgoztak, nem volt befejezve az átalakítás, de megkezdtük a munkát szeptember 1-ével, és hallgatók jöttek elég sok helyről, főleg az Egyesült Államokból, Európa néhány országából, Japánból, és ezzel a nagyon kedves, kicsit vegyes nemzetközi társasággal megindult a munka. Az intézet a maga nemében ekkor teljesen új volt. Magyarországon azóta sincs hasonló jellegű intézmény. Intézetünk nem az első volt a világban Kodály Intézet néven. Néhány országban, mint Japánban, az Egyesült Államokban például hamarabb megalakult a Kodály Intézet. A Kodály szemináriumok hőskora a 70-es évek elejére esik. 1970-ben rendezték az elsőt, akkor még nem volt intézet. Ki rendezte azt az első Kodály szemináriumot? Kecskemét városa
és az akkor már nagy tekintélyű énekzenei iskola, a Kodály iskola. Legendás igazgatónője, Nemesszegyné Szentkirályi Márta, ő volt az egyik szervezője, és természetesen azt már talán nem is kell mondanom, hogy Kodály Zoltánné maga személyesen is szaktudásával, erkölcsi és anyagi támogatásával segítette az első szeminárium létrejöttét 1970-ben. Amikor én érettségiztem, pontosan azon a nyáron tartották az első nemzetközi Kodály szemináriumot, és annak a 4 hete alatt minden egyes szolfézs órán, módszertanórán, kerekasztal beszélgetésen, kóruspróbákon, hangversenyeken, vetítéseken, bemutató órákon ott lehettem, és egy olyan kerekegészet jelentett élményben is számomra, és összefoglalásként is, hogy azt követően én az összes évfolyam dolgozatomat, szakdolgozatomat, tudományos diákköri dolgozatomat, minden írásos tevékenységemet valami módon a zenével, a zeneoktatással, zenei neveléssel kapcsolatban választottam. Személyes élményeim is vannak arról, hogy milyen fantasztikus, izgalmas és nyüzsgő időszak volt az a 4 hetes, 1 hónapos nyári szeminárium, amikor is Kecskemét felbojdult, és a városközpontba mindenütt lehetett hallani, látni az idegen szót. 20 országból érkeztek akkor ide zenepedagógusok, és ha jól emlékszem, körülbelül 150-en voltak, és itt voltak egész 1 hónapon keresztül. Akkor is már az volt a gondolatom, és többünknek is, hogy egy olyan intézményt szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a magyar énekoktatást, a magyar zenei oktatást szolgálná, de akkoriban ez nem volt lehetséges. Így jött létre egy olyan intézmény, amelyben külföldi tanárok továbbképzése folyik, amit nagyon szívesen végez maga az intézet is, és én magam is nagyon örülök ennek. Igen, remélem, hogy majd egyszer eljön az az idő is, amikor szorosabban tudjuk hozzákapcsolni a magyar tanárképzést is. Egyelőre csak hosszabb, rövidebb tanfolyamok formájában lehetséges ez. De azt remélem, hogy egyszer majd létrejön itt egy olyan intézmény, ahol felsőfokon lehet magyar zenetanárokat is képezni. A célunk az, hogy a résztvevőket közelebb hozzuk Kodályhoz, a zeneszerzőhöz, a tudóshoz, a pedagógushoz, az emberhez. Hogy megismerkedjenek az ő nevelés filozófiájával, az ő szellemi hagyatékának azzal a részével, amely az állandó minőségi igényesség, az emberség és a soha meg nem szűnő tanulás és nevelés alapelveit hordozza. Mielőtt a Kodály Intézet megalakult, én például személy szerint néhány évet dolgoztam külföldön is, akkor ott ez még nagyon gyerekcipőben járt, akkor kezdték megismerni a Kodály módszert, és azóta személyesen is látom, hogy szétterjedt a világban, és egyre másra alakultak a Kodály intézetek, Kodály intézmények, iskolák, ahol a Kodály módszer szerint próbálnak tanítani, és bizony néhány helyen, egyre több helyen egész szép eredményeket mutatnak fel. Ma már ott tartunk, hogy intézetünkben volt tanítványaink tanítványai, vagy azoknak a tanítványai jönnek tanulni, küldik őket ide. Külföldi kollégák nagyon komoly képzésen estek át, úgyhogy ma már elmondhatjuk, hogy a világ nagyon sok országában egyetemi rangra került a kodályi zenepedagógiai elmélet.
vagyis az érdeklődők, akik a kvázi alma mátert felkeresik, tehát visszajönnek Kecskemétre, már nem kezdők ezen a területen, hanem igen komoly előképzettséggel, szaktudással rendelkeznek. Na most ez minket is inspirált arra, hogy az eredeti általános tájékoztatáson túlmenően ma már specializálódni kell, mert van, akit az iskoláskor előtti zenei nevelés érdekel, van, akit az alsó tagozat érdekel, van, akit a középiskola érdekel, van, akit a kórusvezénylés érdekel leginkább ezen a területen belül, van, akit a hangszeres oktatás érdekel, ahol szintén tudja alkalmazni Kodály elveit. Tehát ilyen értelemben óriási különbség van az akkori Kodály szemináriumok és a mai szemináriumok tartalmi munkája között. A tagoknak nagyon jól felkészültnek és flexibilisnek kell lenniük. Nyitottnak az együttes munkára a karvezetőkkel és természetesen segítőkésznek, hiszen a dirigenseknek is nagy megpróbáltatás volt, hogy egy teljesen új kórussal találkoznak. De nekünk ebben már gyakorlatunk van, hiszen 2001 óta éppen harmadik alkalommal vagyunk itt. Szóval tisztában vagyunk az elvárásokkal. Ez egy rendkívül inspiráló és izgalmas feladat, és nem gondoltuk, hogy ennyiszer visszajövünk, de valóban szeretjük ezt csinálni. ...1982-ben ünnepeltük Kodály születésének 100. évfordulóját. Ez volt az az év, amikor is Kodály Zoltánné az ő egykori lakásukat, amelyik Budapesten a Köröndön helyezkedik el, egy ajándékozási szerződés folytán a Kodály intézetre hagyományozta. Ennek a most megnyíló Kodály Múzeumnak tulajdonképpen kecskeméti gyökerei vannak. Azért, mert a történet úgy szól, hogy Kodály Zoltán halála után felkeresett engem Kecskemét akkori polgármestere, Rejle Géza, aki azt mondta, hogy ők nem kérnek semmit, de ha valaha arra gondolnék, hogy egy múzeumot létrehozzak ezen a lakáson kívül, akkor ők jelentkeznének elsőnek, és ők lennének azok, vagyis Kecskemét lenne az a város, amely város ezt a hagyatékot megbecsülné. Kecskemét egyre inkább látszott, hogy otthon tudna adni egy olyan intézménynek, amely a Kodály Zoltán által annyira kívánt pedagógiai életet és a zeneoktatásnak azt a módját, amit ő jónak látott, tudná képviselni, és ezen a téren sokat lehetne ott tenni. Így jött létre a Kecskeméti Kodály Intézet, és így maradt itt a helyén a Kodály hagyaték. Ez az intézmény igazából magában hordozza a múltat, a jelent és a jövőt. Itt van a Kodály hagyaték a maga érintetlen és egységes mi voltában. Itt van ennek a hagyatéknak a tudományos feldolgozása, amely megkezdődött, és amely távlatokat ad fiatal kutatóknak, pedagógusoknak, akik Kodály zenéjét, Kodály műveit, írásait
zenepedagógiai elveit tanulmányozni kívánják. Ahogy az évek haladtak, egyre sokrétűbb lett és egyre színesebb lett az a munka, amit az intézet végez. A pedagógiai tevékenység kiegészül kiadványok megjelentetésével, közművelődési tevékenységgel, tehát hangversenyek, kiállítások szervezésével, rengeteg látogatót fogadunk, ez akár lehet egyszerű turista, ez aki érdeklődik Kodály és a magyar kultúra iránt, de magyar továbbképzéseket is tartunk határon belül és határon kívüli pedagógusoknak. Nemzetközi méretekben az elmúlt 30 év alatt olyan hatalmas dokumentumgyűjtemény birtokába jutott az intézet ezen a területen, amely világviszonylatban egyedülálló. És így tehát a jövő generációnak egy olyan összehasonlító anyag kerül a birtokába, ami a tudományos feldolgozás szempontjából páratlan és példátlan. Az intézet pedagógiai munkája két nagy csoportra osztható, az egyik az úgynevezett éves tanfolyamok, a másik pedig a nyári szemináriumokon szervezendő kurzusok. Az éves tanfolyamok azok posztgraduális képzések, most a változás miatt úgy hívjuk, hogy non-degree kurzusok, hiszen nem adnak úgymond egyetemi végzettséget. Ezek voltak azok a tanfolyamok, amit az intézet 1975 óta gyakorlatilag szervez. Én az Egyesült Államokból jöttem. Ott a Kodály szisztéma már nagyon széles körben ismert. Rengeteg program van ennek keretében, az egyetemeken is tanítanak Kodályról. Úgy gondolom, hogy a forráshoz kell eljönni, és ez az a hely, ahol Kodály született, és ahonnan az egész Kodály szisztéma eredeztethető. Emellett nagyon sok volt intézeti növendéket ismertem, az ő hatásukra is jelentkeztem, és ez már a második évem, amit itt töltök, mivel úgy éreztem, itt rengeteget tudok tanulni. Nagyon sokan a hallgatók közül úgy érkeznek ide, hogy most megtanuljuk majd a relatív szolmizációt, meg a kézjeleket, meg megtanuljuk azt, hogy az iskolákban hogyan tudunk eredményesebben dolgozni a tanítványainkkal. És az én reményem szerint úgy fognak távozni, hogy mindazok mellett, amik miatt ide jöttek, ráébrednek arra, hogy a Kodály módszer az nem csak a relatív szolmizációból és a ritmus nevekből és a kézjelekből áll, hanem annál valami sokkal-sokkal nagyobb. A tanár úr szándékai szerint nemzetnevelés, magyarországi kultúrát, zeneoktatást, zenei kultúrát, zenei ízlést sokkal magasabb színvonalra emelni, mint ahol volt az ő idejében, és mindezt az iskolán keresztül. Japánból érkeztem, otthon az egyetemi éveim alatt hallottam először Kodályról, a Kodály módszerről és a magyar zenetanítás magas színvonaláról. Tavaly végeztem, és a Tokiói Egyetemen dolgoztam, mint zongoratanár.
Itt a zongora pedagógiai kurzuson vagyok. Van zongora órám, tanulok zenemetodikát, szolfés, zeneelméletet, zenetörténetet, és iskolalátogatáson is részt veszünk. Nagy mértékben megkönnyíti a munkát, hogy itt sokkal közvetlenebb a tanárok és a diákok közötti viszony, mint otthon. Azt hiszem, hogy az elmúlt 30 év alatt nem tudnék talán egyetlen esetet sem említeni, amikor úgy igazi konfliktus alakult volna ki az itt idejövők közül. Nem könnyű nekik sem, hiszen egy idegen kultúrába kerülnek, egy más országba kerülnek, és még másokkal kell, hogy együtt éljenek, akik egyik Ázsiából érkezik, a másik az Egyesült Államokból, a harmadik Európa déli államaiból, másféle szokásokkal, más napi beosztással, tehát nekik is azért ez nehézséget okoz, és még találkoznak egy számukra ismeretlen, nagy, többé-kevésbé ismeretlen pedagógiai programmal is. A kultúrák nagyon-nagyon különbözőek, és ez azért néha okoz nehézségeket, de ezek szerencsére nem túl komolyak. Itt például egészen mások az étkezési szokások, mint otthon. Meg ami még szokatlan volt, hogy otthon mindig levesszük a cipőnket, ha bemegyünk egy szobába. Itt ez nem szokás. Hogy milyen itt az élet? Hát nem egy kolostor, az biztos. A viccet félretéve, nagyon jók a feltételek. Minden szobában van zongora. Én a zongora mellett alszom. Van internet hozzáférés. Ami azonban nekem nagyon hiányzik, az a japán fürdő. Sok-sok forró vízzel. A 75-ös indulás után is ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy olyan diplomát, olyan papírt tudjon kiadni az intézet, ami egyetemi szintű, máshol is elfogadott papír legyen. Nagyon-nagyon régóta, úgymond álma az intézetnek, hogy képes legyen erre. 2007. szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel történt integráció eredményeképpen mesterképzés is beindult az intézetben. Az a neve, hogy elnevezése, hogy Master Course in Kodály Music Pedagogy, magyarul egy kicsit furcsább neve van, Kodály Zenepedagógia Szakértő Mesterszak. I had studied music already in Ireland. Írországban tanultam zenét, de számomra túlságosan elméleti jellegű volt a képzés. Szerettem volna egy valóban jól használható tudáshoz jutni. Úgy hallottam, hogy itt Magyarországon gyakorlatias képzés folyik, és ez nagyon vonzó volt számomra. Ha hazatérek Japánba, mindenképpen szeretnék a Kodály módszer szerint tanítani. Ez azonban nem lesz könnyű. A relatív szolmizáció például nálunk nem igazán használatos, de én megpróbálom majd hasznosítani az itt megszerzett tudást. Nagyon tetszik nekem Kecskemét, nagyon tetszik nekem itt maradni, de sajnos muszáj visszamenni Írországba. Nagyon szép a város Kecskemét. A város rengeteget profitál azáltal, hogy ez a két intézmény itt van. Hiszen igazából fel kell ismerni a városnak azt, hogy az egyik legfontosabb specialitása Kecskemétvárosnak az a Kodály szellemi hagyaték. Sokan vagyunk ebben az országban, akik értékről gondolkodván Kodályba kapaszkodunk, és nagyon jól is tesszük ezt. Ő valóban fokmérő és értékmérő számunkra, és gondolom az egész magyar kulturális élet számára. Úgy érzem, hogy ebben nem is tud veszíteni. Legfeljebb mi tudunk elveszni ebben a dologban.